Volt egyszer, hol nem volt, egyszer egy szegény ember. Annak volt 4 fia, de valahogy olyan szegény volt, nem tudott nekik örökséget adni. Azt mondta, menjetek el, fiaim, szerencsét próbálni. Tanuljatok ki valamilyen mesterséget. Elindult hát a 4 fiú, szerencsét próbálni. Mentek, mendegéltek, elírtak egy keresztúthoz. Az éppen 4 fele ágazott. Megbeszélték, hogy 4 esztendő múlva azon a helyen találkoznak, ha csak meg nem halnak. Telt múlt az idő, a 4 fiú kitanult. Az első fiú lett csillagász, a második volt lopó, a harmadik volt vadász, a legfiatalabb szabó. Hogy elindultak hazafelé, azon a keresztúton találkoztak. Mentek az öreg apjukhoz, hogy kitanulták a mesterségeket. Jól van, fiúk, én elhiszem, meg is szeretnék erről győződni. Ha nem, te fiam, csillagász, mit látol azon a fa tetején? Nézd meg! Hát, látok én egy fészket. Egy aranymadár ül benne 5 tojáson. Na, lopó, ha te néked ez a mesterséged, lopd el azt az 5 tojást a madár alól, de úgy, hogy észre ne vegye. Elmászott a lopó a fára. Sikerült néki a tojást észrevétlenül ellopni. Odaadta az apjának, az öreg letette az asztalra. Mindegyik sarkára egy-egy tojást. Az 5. a közepére. Na, fiam, vadász, ha ez a mesterséged, ezt az 5 tojást egy golyóval lőd 2 fele. Meg is próbálta a vadász, sikerült neki 2 felé lőni. Na, fiam, te is jól kitanultad a mesterségedet? Na most már te, fiam, Szabó, te rád vár a nagy feladat. Ezt az 5 tojást vard össze, de úgy vard össze, hogy a madárnak, ami benne van, semmi baja ne legyen. Összevarta a Szabó. Sikerült az összevarrás. De ez még nem biztos, majd ha kikél, akkor tudjuk meg. Na, lopó, vidd vissza fészekbe a tojást. Sikerült néki észrevétlenül visszatenni. Pár nap múlva kikölt a madár, meg volt elégedve az anyjuk is vélek, csak egy kis piros csík volt a nyakakon, ahon a Szabó összevarta. Hát, fiaim, jól kitanultátok a mesterségteket, most be is kell bizonyítani. Éppen akkor hallották, hogy egy királynak elveszett a jánya. Kapja a csillagász a messzi látóját. Meglátta a királylányt a tenger kellős közepén egy sziklán ülni. A nagy sárkány az ölibe alszik. Tüstént mentek a királyhoz, kértek tőle egy hajót, hogy avval megmentik a királylányt. El is írtek szerencsésen a sziklához. Azon tanakodtak, hogy lopják el a jánt. A Szabó azt mondta, meg kell lőni. A csillagász azt mondta, nem lehet, mert a jányt éri a golyó. Ha nem lopó, a tojást el tudtad lopni, ezt is lopd el. El is lopta észrevétlenül. Bevitték a jányt a hajóba. Megindultak a tenger széle felé. Akkor vette észre a sárkány, felébredt. Oda a király kisasszony. Azonnal fölrepül, gyerünk utána. Meglátta, hogy egy hajó közeledik a tenger széle felé.
Csak azon lehet a király kisasszony. A hajó felé repült. Észrevette a vadász. Azonnal szíven lőtte. Leesett a sárkány a hajóra. Szerte porrá ment a hajó. Alig maradt íppen pár szál deszka, arra menekültek ki. Erre azt mondja a vadász, így csak nem mehetünk, mert megfagyunk csupa vizesen. Erre kapta magát a szabó, a roncsokat pár öltéssel összevarta. Megmenekültek. Nagyon boldog volt az öreg király, hogy újra látta a jányát. Erre azt kérte a legényektől. Melyik érdemli meg feleségül? Erre azt mondja a csillagász. Csak is én láttam meg, hogy a tenger közepén van. Erre azt mondja a lopó. Csak én érdemlem meg, mert én loptam el. Hiába láttad meg, ha nem mertél írte menni. Erre azt mondja a vadász. Hiába hoztad el, ha éle nem lövöm a sárkányt, mindünket megevett volna. Erre azt mondja a szabó. Csak is én érdemlem meg. Én össze nem varom a hajót, minden megfulladtunk volna. Csak hogy szórul szóra, majd összevesztek. Erre azt mondta az öreg király. Hát, négyőtökhöz nem adhatom a jányomat feleségül, hanem adok egy-egy fél királyságot mindőtöknek. Megelégszetek véle? Mert szép a király kisasszony, de még szebb, ha békességben éltek. Kaptak egy-egy fél királyságot, éltek boldogul, ha meg nem haltak.